A történelmi zászlók felvonása után a himnusszal vette kezdetét a város és a megye közös megemlékezése. Az üszkös, fagyos Budapestre. Márai Sándor szívbe maró sorait a fehérvári versünnep egyik külön díjasa tolmácsolta a megemlékezés résztvevőinek. Aki nem tanul a múltból... Varga Tamás, a megyei közgyűlés elnöke arra hívta fel a tisztelgők figyelmét, hogy szembe kell nézni a múlttal, hiszen enélkül nem sikerülhet az építkezés. A szembenézés a múlttal nem erős oldalunk. Történelmi tudatunk némileg homályos. Egyre kevesebben vannak közöttünk az 55 évvel ezelőtt történtek hiteles tanúi. A forradalom hőseit megölték, a túlélők száját lepecsételte a 35 éves diktatúra, az elmúlt két évtized politikai csatározásaiban felnőtt fiatalok unják az öregek emlékezéseit. De 1956. október 23-a derűs őszi napjára emlékezők közül senki nincs, aki ne akarná szavakba önteni, megfogalmazni az események felszabadító hatását. Pálkozdon a forradalom tiszteletére néhány nappal ezelőtt 1956-os emlékpontot avattak, amely két világnézet összeférhetetlenségét ábrázolja. A tisztelet, a megrendülés... Cserpalkovics András, Székesfehérvár polgármestere a tankok és a barikádok közötti ellentétet hangsúlyozta ünnepi beszédében. A tank és a barikád két világnézet összecsapását jelképezi számunkra. A pesti utcákon barikádokat emelt, sokszor fegyvertelen forradalmárok a nemzeti ügyet, a szabadságot mindennél előbbre tartották. Bátran kiálltak a demokráciáért, a függetlenségért. Egy nemzet álmát teljesítették be azokban az őszi napokban. Az 1956-os forradalom és szabadságharc hősei előtt tisztelegve koszorút helyezett el az emlékműnél a Fejér megyei kormányhivatal főigazgatója, a Fejér megyei közgyűlés elnöke és Székesfehérvár polgármestere. A bazilika 56-os emlékkeresztje előtt lerúgták kegyeletüket a politikai pártok képviselői, a kéklámpás szervezetek vezetői, a civil szervezetek képviselői és az áldozatokra emlékező székesfehérváriak.